lesznek. Mi az első kérdés? Ki ellen vezette Grandi néni a csapatát? A franciák, az angolok vagy a... Narancstíkok? Az angolok. Helyes. Ügyesek vagytok, narancstíkok. Következő kérdés? Hol élt Grandi néni? Hispaniolán? Narancstíkok? Jamaikán. Helyes. Fantasztikusak vagytok. Következő kérdés? Vajon Grandi néni és csapata szökött rabszolgák, angol... Lila papagájok? Igen, szökött rabszolgák, voltak. Helyes a válasz. Ügyes, gyerünk hezátlózni, lépjetek lejjebb. Hol megkövetkező kérdés? Hol található Jamaika? A földközi, a Karib, vagy pedig a... Vörös jaguárok? A Karib tengeren. Helyes. Jól van, vörös jaguárok, lépjetek lejjebb. Következő kérdés? A következő népcsoportokból melyik jamaikai? A Rastafari, a Cherokee, vagy pedig a barbárok? Narancstíkok? Rastafari. Helyes. És megvan az első csapat, aki bejutott a templom játékba. A narancsgyíkok. Következő kérdés. Melyik hajviseletet emlegetik a Rastafari népcsoporttal együtt? A sörtehaj, a rasta vagy az afró? Ezüstkígyók. A rasta. Helyes. Szép ezüstkígyók, jól van. Lépjetek lejjebb. Fejfej mellett a második lépcsőn. Következő kérdés. Melyik zenei irányzat ered Jamaikából? A bluegrass, a big band vagy a reggae? Vörös jaguárok. A reggi. Helyes. Fantasztikus verseny. Jól csináljátok, vörös jaguárok. Egy lépésre a narancsgyíkoktól. Következő kérdés. Melyik kontinens szökött rabszolgái voltak Grandi néni és az emberei? Ausztrália, Afrika vagy Ázsia? Ezüst kígyók. Egyiptom. Helytelen. Vörös jaguárok. Afrika. Helyes. Gyertek lejjebb. Megvan a két csapatunk, akik a templom játékban indulhatnak. Ők a vörös jaguárok és a narancstíkok. Nagyon klasszul csináltál. És most a dicsőség a leggyorsabbé és a legerősebbé. De mielőtt elkezdjük, ismerkedjünk meg a játékosokkal. A vörös jaguároktól kezdjük Szemivel. Hány éves vagy, Szemi? 13. Úgy tudom, nyakig vagy a képregényekben, igaz? Igen. Mesélj nekem erről. Képregényeket gyűjtök, már van vagy 100. Tényleg, és milyeneket gyűjtesz? X-Men, Wildcats, meg hasonlók. Nagyon sokan rajonganak a képregényekért. Miért? Mert érdekesek, klasszak, drágák. A jók sokat érnek. Értem. Akkor folytassuk. Debbie, te hány éves vagy? 11. Úgy hallottam, hogy szaxofonozol, igaz? Igen. És mióta játszol ezen a hangszeren? Másfél éve. Másfél éve? És mi fogott meg a szaxofonban? Az olyan hatalmas hangszer. Hát, keresgéltem a hangszerek között, hogy min is játhatnék. És még nem tudtam eldönteni, amikor egyszer a kutyámmal mentünk valahova, és ott láttunk embereket, akik véletlenül éppen ott voltak, és volt egy szaxofonjuk, amit el akartak adni. Szóval igazából így kezdődött az egész. Ez klassz. Egyszer még majd zenét is kell játszanunk itt a templom játékokban. Biztassátok a vörös jaguárokat! De ne feledkezzünk el a narancsgyíkokról sem. Ismerkedjünk meg Jonathannel. Hány éves vagy? 11. És szeretsz kosárlabdázni, igaz? Igen. Mesélj nekem erről. Szerintem nagyon klassz. Nő az önbecsülése az embernek. Nő az önbecsülése? Igen. Mégis miért? Mert a többiek attól függenek, hogy mit csinál. Meg az edzők is. Mindenki téged bíztat. És elhitetik veled, hogy te vagy a csapatban a legjobb. Az is lehet, hogy itt is te vagy a legjobb. Mindjárt ki fog derülni. És most Amber, mondd meg nekem, hány éves vagy? 12. Táncolni szeretsz, igaz? Igen. Mióta táncolsz? 8 éve. Tényleg? És milyen táncokat? Mit szoktál táncolni? Balett, point, lírai. Lírai tánc? Na nézzük itt, mire jutsz a lírával. Biztassátok most a narancsgyíkokat! Gyerünk, srácok, készüljetek fel a második versenyszámra, és addig ti lányok készüljetek fel az elsőre. Ebben a fordulóban a csapatok életmentő medálokért küzdenek. Amelyik csapat a végén nyer, felhasználhatja ezeket a medálokat a templomban, amikor a félelmetes őrökkel találkozik. Három templomjáték van. Nézzük, mi is lesz az első. Olmec, meséld el nekünk. Grandi néni akrobatikus ugrásokra tanított a katonáit, így nehezebben lehetett őket eltalálni. A következő versenyszámban szintén lesz némi akrobatika. Amikor Kirk megadja a jelet, fogjatok meg a lábatokkal egy labdát, ragadjátok meg a trapézt, lendüljetek a ráncs felé, és ejtsétek a labdát az egyik lyukba. Ekkor lendüljetek vissza egy újabb labdáért. Aki először rakja tele a lyukakat labdával, vagy aki előrébb tart, az egy perc elteltével, az győz. Át kell szállniuk a labdával a lábuk között, és elejteni azokat. Állítsuk az órát, 60 másodperce. Már meg is fogták a labdákat. Elkészülni? Vigyázz! Rajt! Oh, micsoda ügyes mozdulat!
Jaj, a vörös jaguár labdája kiesett, pedig egyenlően álltak. Hú, micsoda lengés! Mind a ketten nyugodtan, megfontoltan lengenek. Minden esély megvan, hogy a narancsgyík átvegye a vezetést. Át is vette. A vörös jaguár megpróbál felzárkózni. Jaj, most a narancsgyík labdája pattant ki. Nem elég a labdát a rács fölé vinni, a lyukba belejteni, annak bent is kell maradnia. A narancsgyík rendületlenül gyűjti a pontokat. A vörös jaguárnak most koncentrálnia kell, és nyugodtan kezelni azt a labdát. Micsoda pekjük van a vörös jaguároknak. Még rengeteg idő van, micsoda küzdelemnek lehetünk szemtanúi. Vajon hány labdát tudnak bedobni? Még 13 másodperc van hátra. Egy utolsó nagy hajrá! A narancsgyíknak egy dobása szép volt! Ó, most kiejtette a vörös jaguár! És lejárt az idő! Nézzük, mi az eredmény. A narancsgyíkoknak hány lyukban van labdája? 1, 2, 3, 4, 5-ben. A vörös jaguároknak pedig 1, 2, 3, 4 lyukban. Így a narancsgyíkok kapják a félmedált. Az angolok végig kutatták egész Jamaikát, hogy ráleljenek Grandi nenire, de ő mindig kicsúszott a kezük közül. Előttetek 5 lyuk van. Mindegyiken egy helységnév, ahol Grandi neni rejtőzött. A Wilkin folyó, Moore városa, a Sherwoodi erdő, a Kékhegyek és Windsor. A feladatotok, hogy megjósoljátok, hol bujkálhat Grandi neni, és megjelölni a helyet, amire tippeltek. Ha eltaláljátok, nem történik semmi. Ellenkező esetben a Kékhegyek friss forrásának vize fog az arcotokba fröcskölni. Ezután újra megpróbálhatjátok megkeresni Grandi nenit. Az győz, aki egy perc alatt többször tudja helyesen meghatározni Grandi neni helyét. Nézzük, kinek van nagyobb szerencséje Grandi neni megkeresésében. Kész vagytok? Állítsuk az órát 60 másodpercre. Elkészülni? Vigyázz! Rajt, tippeljetek! Spriccelés? Oké, melyik a következő választásotok? És spriccelés? Oké, következő tipp. Spriccelés? Na jó, még egy próbálkozás. Spriccelés? Ott már van egy találat, igen. És spriccelés. Gyerünk tovább! Következő tipp. 3-1 a narancsgyíknak. És spriccelés. Most nincs pont. Még egy tippet kérek. Spriccelés. Most se kap senki pontot. Na, még egy tipp. Spriccelés. Nincs pont. Még egy tipp. Még mindig 3-1 a narancsgyíknak. Spriccelés, szép volt! Na nézzük! Spriccelés! És még egy találat a narancsgyíknál! Spriccelés! Na kérem a következő tippet! És lejárt az idő, gyerünk, nézzük meg az eredményt! Fantasztikusak voltatok! Kissé vizes a feladat, de most már vegyétek le a szemüvegeteket! A vörös jaguár egyszer találta el jól a rejtek helyett, a narancsgyík 4-szer találta meg Grandi nenit. A narancsgyíkok még egy fél medált kapnak! Fantasztikus volt! De tudjuk mindannyian, hogy a vörös jaguárok még felzárkózhatnak. A harmadik, az az utolsó játék következik, amiben egy egész életmentő medált lehet nyerni. Olmec, mesélj nekünk erről! A legenda szerint Grandi neni el tudta kapni az angolok puskagolyóit, és vissza tudta dobni nekik. Ebben a játékban vissza kell juttassátok a puskagolyókat az angoloknak. Amikor Kirk megadja a jelet, töltsétek meg a palitjákat, és célozzátok meg a falnál álló katonákat. Ezután jön a társatok, ő próbálkozhat. Az győz, aki előbb tudja felborítani mind a 4 katonát, vagy aki több katonát talál el egy perc alatt. Rendben, itt vannak az ágyugolyók. Állítsuk az órát pontosan 60 másodperce. Elkészülni? Vigyázz! Rajt! A vörös jaguároknak nagy szükségük van erre a győzelemre. Jól céloznak mind a ketten, de nem találta el. Le kell döntenie az egyik katonát. Összetartó katonát. Azért, mert az egyik csapattagnak nem sikerül, még a másiknak mehet. Meg kell próbálni. Rés kell ütni a védelmet. Még van idejük bőven. Micsoda gyors kezdés a narancsgyíkok részéről. Gyönyörű lövés. Micsoda gyönyörű lövés. A vörös jaguárok még mindig csak 2 katona közé találtak. Csak lesz még egy olyan lövésük, hogy ledől egy katona. A narancsgyíkoknak megint van egy találatuk. A vörös jaguároknak keményen kell dolgozniuk, ha fel akarnak zárkózni. Lássuk,
El kell találni azt a bábút, mese nincs. Nem könnyű a feladat. A narancsgyíkoknak újabb találatuk van közben, de még van 10 másodperc. Ki bír több pontot szerezni a csapatának? A vörös jaguárok! Na még egy lövés! Ez az! Fantasztikus! Jól van, gyertek ide, gyertek közelebb! Gyertek ti is ide! A vörös jaguárok tényleg mindent megpróbáltak, és a végén csak sikerült egy becsületpontot szerezniük, de a narancsgyíkok 3 bábút bírtak felborítani, ezért egy egész életmentő medált kapnak, így összesen 2 medállal indulhatnak a templomba. Gratulálok! A narancsgyíkok bebizonyították, hogy nem érdemtelenül jutottak Olmec templomába. De mielőtt tovább mennénk, újabb információkat kaptok, amik segítenek megszerezni Grandi Neni puskagolyóját. A lépcsőrendszeren elindulva a kétségbeesés vermébe mászhattok. Húzzatok végig a vermen és irány a trónterem. Üljetek a trónkövetelő trónjára és választhattok. Vagy a szívterembe mentek, vagy a félelmetes mocsárba. Ha onnan elindultok, akkor a sötét erdőbe is mehettek. A gödörben keressétek meg a kulcsot, vagy törjétek át a falat a bánya akna felé. A lifttel felmehettek a vipera fészkébe, és kihúzhatjátok a kígyókat az üvegből, ami után be tudtok lépni az ezüst majom szentélyébe. Ha összeillesztitek a szobrot, mehettek a királyi kincstár felé is. Törjétek össze a cserépedényeket, és keressétek meg a kulcsot, ami a csillagvizsgáló ajtaját nyitja. Rakjátok össze az oszlopon a kirakót, és irány vissza a verembe. Fussatok keresztül a kriptán, lefelé a lépcső, majd a jó választás után indulhatok vissza a templom bejáratához. Tiétek a választás joga, 2 medált nyertetek, ki fog először elindulni? Én. Helyes, Jonathan. Amikor Kirk megadja a jelet, futás át a templom kapun, be a templomba, és keresd meg az ezüst puskagolyóhoz vezető utat. A templomban 3 félelmetes maja őr rejtőzik, hogy megvédjék a 3 legfontosabb termet. Ha az egyik elkap, elcserélheted vele a medálodat az életedre, és mehetsz tovább. De ha enélkül kapnak el, kihoznak a templomból, és Amber próbálhatja ki szerencséjét. Ha eléritek az ezüst puskagolyót, az összes ajtó kinyílik, és az őrök eltűnnek. Térjetek vissza az ezüst puskagolyóval a templom bejáratához 3 percen belül, és mesés jutalmakat kaptok. Állítsuk az órát 3 percre. Olmec, nyisd ki a kaput. Elkészülni. Vigyázz! Rajd, Jonathan! Fölfelé fut a templomhoz. Jaj, megcsúszott és elesett. De akkor is folytatja, és már irány is a lépcsőrendszer. Rengeteg ideje van, és még egy életmentő medált is visz magával. Elkapta egy őr! Meg kell válni a medáltól. Folytathatja útját, így már életmentő medál nélkül. Ha még egyszer elkapják, ki kell jönnie a templomból. Már ha elkapják. Gyerünk a verembe, és már szágul is az ajtó felé, ami a trónterembe vezet. Be a trónterembe! Rá kell ülnie a trónra, és a fal elfordul. Bőven van ideje gondolkodni, merre is akar tovább menni. Még 2 perc, 23 másodperce van hátra. Vajon melyik úton folytatja tovább? Csak nem, a mocsár felé tart, igen. Az az ajtó nem vezet oda, ahova ő gondolja. Zárva van. Ez egy kicsit megzavarta. Másik utat kell találnia. Felnézés, már megy is felfelé. A szívterem felé tart. 2 perc, 3 másodperc van hátra. Megüti az ajtót, és már megy is befelé. Most a királyi kincstár felé tart. Most van éppen ideje annak, hogy... Ó, és még egy őr! Ó, most Amber próbálkozhat. És már el is indul a lépcső felé. Itt kapta el Jonathant az őr. Lassan bejut a verembe. Ez az. Fantasztikusan küzd. Hoppá, elesett, de nem baj, már megy is tovább. Gyerünk! Egy egész medál van nála. És már a trónteremben láthatjuk. Vajon melyik úton fogja folytatni? Azt hiszem, igen, ő is fölfelé megy. Már csak 2 helyiségre van a puskagolyótól. Most belép a kincstárba. Össze kell törnie azokat a cserépedényeket, és meg kell keresnie a kulcsot. Első? Nem. Második? Semmi. A harmadik a jó választás. Úgy van, keresd meg a kulcsukat. Meg kell találni, melyik nyitja a következő ajtót. Talán a 2. Mindig az utolsó, amelyiket kipróbáljuk, igaz? Az ajtó nyitva! Megy is visszafelé. Talán van valami jó terve, nem tudom.
látom, a csillagvizsgáló felé tart. Még 38 másodperc. Most forgatja össze a kőoszlopot, azt hiszem nagyon meg fog lepődni, amikor lenéz a szívterembe. Vissza kell mennie a kincstárba. Megpróbálja folytatni az útját, megy visszafelé, de az az ajtó nem fog nyílni. Lefelé tart, és van még néhány másodperce. A puskagolyó pont alatta van, pont alatta. Be kell mennie az ezüstmajom szentélyébe, de már nem lesz elég ideje. Gyerünk, ne add fel! És elkapta egy őrt! Sajnos lejárt az idő, ügyesek voltatok, tényleg fantasztikusan küzdöttetek. De sajnos kifutottatok az időből, talán majd legközelebb. Gyertek máskor is, és ismerjétek meg a többi legendát. Viszlát! Magyar hangok. Lux Ádám, Vas Gábor. A magyar változat munkatársai. Gál Erika, Gyulavári Judit, Hegyesi Ákos, Kalocsai Katalin. A magyar változatot a Szinkron Művész csoport készítette. Az üzenetek után mindig visszajövünk. Nem tudjuk megállítani, nem tudjuk visszafordítani, és nem akarjuk tőled elzárni. Ezért a Nickelodeon minden nap elhozza hozzád a Global Guts-ot. A Global Guts a történelem legnagyszabású gyereksporteseménye. Global Guts 9 országból, 96 srác szemtől szemben egy olyan versenyben, amilyet még soha nem láttál. Gokart, pókfutás, zsákolás és sok-sok ügyes srác. Most jönnek a Nickelodeonon. Mutattál már az ujjaddal valakinek pontosan a két szeme közé? Az agya leáll. Olyan, mintha te irányítanád. Nézd Pete és kis Pete kalandjai. Ma a Nickelodeonon. Thank you.
Zöld tündér tudja. Évgyűrű. Kedves zöld tündér, valamelyik nap megkérdezte tőlem egy sas, hogy hány éves vagyok, és én szégyen szemre nem tudtam megmondani. Hogyan lehetne ezt kideríteni, gyenge mamutfenyő? Van egy könnyű és egy nehéz út. A nehéz út előbb elpusztulsz. Én mondtam, hogy nehéz lesz. Azután felbérelsz egy pár világhírű tudóst, akik évtizedek óta a fákat tanulmányozzák. Elkezdenek letisztítani. Ez biztos csikandoz. Utána kivágnak egy másfél méteres láncfűrésszel egy mintát a törzsedből. Ez biztos szúr egy kicsit. Aztán elviszik egy laboratóriumba, ahol lecsiszolják, hogy látszódjanak rajta a gyűrűk. Egy gyűrű egy év. Egy átlagos óriás fenyő 2000-3000 évig él. Még azt is meg tudják neked mondani, hogy egy bizonyos évben sokat esett, vagy éppen egy erdőtüzet éltél túl. Számukra te inkább egy nyitott könyv vagy, mint egy egyszerű fa. Vagy van az egyszerű út, hogy megkérdezel engem, aki már akkor is ismertelek, amikor még csak egy kis mag voltál 2023 évvel ezelőtt. Hová szaladt az idő? Mit tettem az életemmel? Ne felejtsetek el írni! A Nickelodeon téged kérdez! Mi büdös? A Garfield. Az elromlott ételek. Az áttojás. Kén-dioxidnak a különböző változata. Yeah. A kukák. Amikor leég a motor az apukám kocsijába, az volt idáig a legbüdösebb, amit éreztem. Végre valami, ami igazán nekem való. Azokban a sötét korokban, amikor még nem volt tévé vagy mozi, a Nickelodeon megszületett. A világ első mozia. Aztán sok évvel később egy új Nickelodeon kelt életre. Az első amerikai tévé csak gyerekeknek. És most itt az idő. A Nickelodeon hozzád is eljött. Lépj be a Nickelodeon mesevilágába. A Nickelodeon bemutatja a legeslegelső chipset, amit 1853-ban sütöttek. Thomas Jefferson annyira szerette a sült krumplit, hogy az ötletet átvitte Amerikába. Jó vastag krumpli szeletek, amit villára lehetett szúrni. Ez volt a szokásos köret az ételekhez. Egyszer az egyik vendég dühös lett az úszakács sült krumplia miatt. Reklamált, mert túl vastag volt a krumpli szelet. Azonnal visszavitték a konyhába. A szakács vékonyabb szeleteket vágott és kisütötte. De a vendégnek ez se volt jó. A szakács elhatározta, hogy meg lesz készteti őt. És olyan vékony krumpli szeleteket süt neki, hogy ne tudja villára tűzni. De a terve nem jött be. A vendég imádta a papírvékony krumpli szeleteket. És mindenki más is. Hamarosan a chips mindennapi eledellé vált. Ha többet akarsz tudni a történelmi kezdetekről, nézd továbbra is a Nickelodeon! Nickelodeon! A legjobb fel! Új rajzfilmek! Új rajzfilmek! A legkirályabb! Wow, Nickelodeon! Új rajzfilmek! Nickelodeon! Láthatod Rokkót, ha nem nézed a Nickelodeon? Nem! Akkor ülj a tévé elé és nézd Rokkó kalandjait! Ma a Nickelodeonon! Elszalasztod? Nem! Kinen és kell igaz barátok! Oda figyelnek egymásra, borsot törnek egymás orra alá, nevetnek egymáson. Te mondtad, hogy vegyem föl ezt a gatyát, és azt is, hogy csiklandozza meg a rendőr. Vajon mit felel erre Kinen? Ó, igen! Nézd meg a Kinen és kell! Ma a Nickelodeonon!
Nem te mondtad, hogy adjam el a vesémet? Hogy ragasztam magam oda a vonathoz? Emlékszel rá? Hogy rohantál az ösvényet? Egy szél vezérelte őket ide a világ minden részéről. Az, hogy megszerezzék sziklánk egy ragyogó darabját. De maradt még egy kérdés. Van-e Mercy? Üdvözlet mindenkinek az Extreme Arénából! Ez a Global Guts, a Nickelodeon ifjúsági világbajnoksága. Ismerkedjünk meg mai játékosainkkal. Izraelből jött bombasztikus kék mezben. Anna Lisinski, a Pók. Egyenesen Portugáliából robban be vadvörösben. Hugo Amaral, a lenyűgöző. És Németország képviseletében, izmos lilában. Julia Kersen Fischer, a viharos. Három játékos, három ország, egy cél. Sziklánk egy izzó darabja. Hello, Michael Malley vagyok, ez a Global Guts. Én egy nemzetközi műsorvezető gárdával vagyok itt, aki közvetítik az eseményeket 250 millió nézőnek világszerte. Mielőtt mai játékunkat kezdenénk, megkérjük játékvezetőnket, Mora Korkot. Tájékoztasson minket a jelenlegi állásról. Hello, Mo! Szia, Mike! Éppen, hogy csak belekezdtünk a bajnokságunkba. Úgyhogy ez a három ország még csak most fog felkerülni a táblára. Lássuk, hogy milyen eredménnyel. Az első versenyszámban játékosaink légipólót játszanak, amely az ejtőernyőzés, a kosárlabda és a vízipóló egy sajátos keveréke. Ugranak, bűvészkednek, ügyeskednek, lőnek, aztán mi pontozunk. Mo! A síp szóra minden játékos labdát ragad, és megpróbálja bedobni a szembe lévő kapuba. Az győz, aki egy perc alatt a legtöbb gólt szerzi. Felkészülni? Vigyázz! Tehát 60 másodperc légi káosszal kezdjük mai versenyünket. Játékosaink megpróbálnak jó magasra pattanni az elasztikus kötél segítségével. A vörös versenyző lő egy hatalmas gólt. Itt a kék nem tudja elkapni éppen a labdát. Vajon a következőt sikerül-e? Egy lila találatnak lehetünk volna szemtanúi, hogyha nem zuhan el a labda a kapu alatt. Nagyon szoros a verseny. Vajon hány találatot sikerül a játékosoknak bevinni saját kapujukba? Ott két labda találkozott középen, és elütötték egymást a kapuba jutástól. Még van 25 másodpercük a versenyzőknek. Itt egy szép találat! És már 5 találata, 5 pontja van a piros versenyzőnek. Ezzel el is húzott a többiektől. Megvan a hatodik is! Ó! Egy szép kék pont, a harmadik. A 10 másodpercen belül vagyunk. Vajon mi lesz a végeredmény? Kinek sikerül a legtöbb pontot szereznie? És most van vége a versenynek. Elég nagy a káosz itt lenn. Hogy állunk? Első Hugo 7, a második Julia 5, a harmadik pedig Anna 3 góllal. Ez tényleg nem volt könnyű. Nézzétek, ahogy a német játékos az utolsó másodpercig próbálkozott. Megpróbálja elkapni, lő, de sajnos túl rövidnek bizonyul. De itt van Hugo, aki egy kicsit szokatlan módon ugyan, de sorra vert mindenkit, új dobási stílusával, és elnyerte az első helyet járó 300 pontot. Hogy állunk, Mo? Az első hely ebben a számban 300 pontot ér, ezt kapja Hugo Portugáliából. Második Julia Németországból 200 ponttal. A harmadik pedig Anna Izraelből 100 ponttal. A játék végén a legtöbb pontot szerzett versenyző a győztes. És most ismerkedjünk meg egy első osztályú játékossal, aki az izraeli csapat aranyéremálmát igyekszik valóra váltani. Hey, te Pók Lisinski! Mutasd meg, ki vagy! Hello, a nevem Anna Lisinski, Izraelből érkeztem. A kosárlabda, az úszás és a ping